Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy olyan szakértő, akiért sorbálnak a rádiók és televíziók, most nekünk sikerült elérnünk, annál is inkább, hisz a Francia Politika című műsora itt van nálunk, tehát néha még előnybe is helyez minket, tehát kivel fogok beszélni? Na, gondolkozzanak, Sós Eszter Petronellával. Petronella, szia! Jó reggelt kívánok! Szerda egy nehéz nap az ember életében, úgyhogy próbáljuk meg így szerdán rendbe hozni, hogy tulajdonképpen mi történik Franciaországban, és én azóta, mióta Amerikában a zavargások vannak, állandóan az jut eszembe, hogy tulajdonképpen a franciák tudnak úgy tüntetni, hogy mindent fölgyújtanak, de a franciák nem szokták kirabolni az üzleteket. Tévedek? Azért előfordul olyan is, hogy neki mennek üzleteknek. Emlékezzünk arra, hogy például a sárga mellényes tüntetések margóján mennyire sokat beszélgettünk azokról a hát radikális, törőzúzó csoportokról, amelyek rátelepednek ezekre a tüntetésekre, és amelyek hát bizony-bizony elkövetnek bűncselekményeket. Ugye nem véletlenül deszkázták be annó a Champs-Élysées egyes boltjait, és hát talán mindenki emlékszik azokra a nagyon megrázó felvételekre, legalábbis a Franciaországot szeretőknek egészen biztosan nagyon megrázó felvételekre, amelyeket a Diadalíven készítettek, ugye ott is törtek, zúztak, tehát azért van ilyen, az egy más kérdés, hogy Franciaországban ezeket a jelenségeket mindig úgy könyvelik, hogy vannak bizonyos ilyen anarchista, törőzúzó csoportok, ezt így is hívják a francia politikában, akik nagyon tudatosan megérkeznek és rátelepednek a tiltakozásokra, és ez a céljuk, a balhé. Eszter, de ezeknek van politikai meggyőződése, vagy csak lárpullár azért, mert én úgy hívtam őket, hogy csőcselék, különbséget téve a tüntetők meg a rátelepedek között, ezeknek van politikai anarchista vonaluk is, vagy csak ha már buli, akkor törjünk, zúzzunk? Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen keveredés lehet. Nyilván a rendőrség szociológusai sokkal többet tudnak ezekről a csoportokról, de hát nyilván aki valamilyen luxusüzletet vagy luxus éttermet, ugye erre is volt példa, szétver és tönkretesz, annak hát előfordulhat, hogy van egy ilyen antikapitalista, globalizmus ellenes ideológiája, és vannak azok, akik a buli kedvéért, mint csőcselék mennek oda. Nyilván ezek keverednek egy ilyen esetben. Nagyon nehéz szétválasztani, de ez a politikai probléma is, hiszen vannak olyan anarchista, szélsőbalos tüntetők, akik kimennek, de békésen gyakorolják a gyülekezési jogukat. De azok akkor a demokratikus jogaikkal élnek, azért tegyünk ezer különbséget között. Az, hogy valaki szélsőbalos vagy anarchista, még nem jelenti azt, hogy bűncselekményt követel egy tüntetés margóján, az az ő nézetrendszere, és hát vannak azok, akik vagy a buli kedvéért, és akkor nincs semmilyen ideológiája, vagy pedig azért, mert maga is anarchista és kapitalizmus ellenes, ilyen vállalkozásoknak neki megy. Ja, és akkor még a harmadik téma, de van, aki a rendőrökkel akar balhét. Ugye a rendőrségnek az imázsa nagyon megromlott az elmúlt időszakban Franciaországban. De nem csak Franciaországban, hanem most azt mondhatjuk nyugodtan, hogy globálisan, mert ez például ez a rátérdelő folytogatósdi, ugyan minden erőszak szervezetben, ahol a rendőrnek meg kell védeni magát, de azért mindennek van egy határa, nem? Éppen zajlik erről egy vita Franciaországban, bejelentette Christophe Castaner belügyminiszter, hogy ezt a folytogatós módszert nem fogják többé tanítani a rendőri képzésekben, tehát hogy szépen fokozatosan kivezeti, és éppen reggel találkoztam egy rendőri nyilatkozattal, ami azt mondta, hogy rendben, vezessük ki, nincs ezzel semmi gond, és mi lesz helyette. Tehát ugye itt sokszor az a kérdés, most a rendőri érvelést mondom, hogy ha ő, mint rendőr nem érzi magát biztonságban, ha úgy érzi, hogy rálőhetnek, rátámadhatnak, stb. Ellenállnak, és nem szeretne fegyvert rántani, hát ki szeretne fegyvert rántani, ugye az egy sokkal veszélyesebb, rosszabb helyzet, akkor mit tehet? És hát lehet, hogy mondjuk 4 rendőr tudna kezelni egy ilyen figurát, anélkül, hogy fegyvert rántanak, de akkor meg több rendőr kell, ugye? Tehát, hogy ezer ilyen technikai kérdés van, amiről beszélni kell. Nem akarom lelőni a poén, de felvételről beszélgetünk, és még nem tudjuk, hogy
hogyan alakul ez a vita, a miniszterelnök kedden fog megszólalni, kedden veszük fel ezt a beszélgetést. Szerdán lehet a nézők már többet fognak tudni, amikor hallgatják a beszélgetésünket, nézzék ezt el nekünk. Eszter, a partraszállás napját ez idén nagykövetek voltak csak ott. A francia légierő gépei festették az égre a nemzeti színű zászlókat. Ott volt az amerikai nagykövet is, és közben az amerikai nagykövetség előtt Párizsban hatalmas tüntetés volt, ugyanezért az afroamerikai életelvesztésért. A rendőrségnek sikerült őket kordában tartani ezúttal. De vajon a francia elnöknek mennyire sikerül úrrá lenni a vírust megelőző problémákon, vagy a vírussal ezek is megoldottak? A szakszervezetekkel való tárgyalások, a tüntetések és minden most már szuper a helyén van? Ugye nagyon-nagyon messzinek tűnik a március, végtelenül messzinek, de hát ugye Emmanuel Macron mondott ott egy elnöki beszédet, egy televíziós beszédet, amiben azt mondta, hogy minden egyes reform, ami elindult a járvány előtt, és a kijárási tilalmak előtt, azt el van függesztve pont. És nem mondott különösebben határidőket, és ezek közül a reformok közül ugye a nyugdíjreform a legfontosabb, ha most nem lett volna Covid-járvány, akkor valószínűleg a nyugdíjreformról beszélgetünk. Egyelőre nem gondolom, hogy ezzel kapcsolatban bejelentések lesznek, ugyanis június 28-án önkormányzati választásra kerül sor Franciaországban. Senki nem akarja magára húzni a problémát, mert hogy látszik, hogy a nyugdíjreform az a szűk Macron bázison és talán a republikánus bázison kívül problémát jelent. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék. A másik, hogy elkezdett lekerülni a vírus a napirendről, tehát egyre több olyan politikai esemény, egyre több olyan vidéki, akár miniszterelnöki, miniszteri látogatás van, amelyek nem a vírusról szólnak, ugye éppen kedden a rendőrséggel kapcsolatban van egy látogatása Édouard Philippe kormányfőnek, tehát úgy tűnik, hogy a politikai napirend kezd átalakulni, normális, idézőjelben normális kormányzás, ez egy nem túl szabatos fogalom, de Covid-tól független kormányzási események is történnek, és természetesen kampány. Azért nagyon nehéz megmondani, hogy mi lett volna Covid nélkül, és hogy lesz-e visszarendeződés, valószínűleg teljes visszarendeződés nem. Szintén keddi információ, hogy körülbelül 2 esztendőnek kell tennie ez a francia jegybanknak az előrejelzése ahhoz, hogy visszamenjen a gazdaság arra a szintre, amelyet 2019-ben elért. Ami automatikusan jelzi azt, hogy a politikai helyzet nem tud ugyanolyan lenni, mint amilyen volt 2019 végén. Emmanuel Macron a mandátuma végét növekvő munkanélküliség mellett fogja befejezni, annak ellenére, hogy jövőre és 2022-ben már növekedni fog a gazdaság. Ez egy nagyon másmilyen politikai helyzet. Be fogja fejezni, vagy újból elnök marad? Nagyon sok a nyitott kérdés. Sajnos októberiek a legutolsó elnökválasztási mérések. Ott Le Pen és Macron teljesen jól állnak az utánuk következő jelölt. Bőven több mint 10 ponttal van lemaradva, ők jutnának a második fordulóba, és bár szűken, tehát egy 10 pontos különbséggel, de Emmanuel Macron nyerni a második fordulót. Hát, engedjék meg a nézők, hogy a magánvéleményüket kinyilvánítsuk. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de hogyha Le Pen és Macron között kell választani, én azért még mindig Macront választanám. A franciák 55%-a ezzel így van, 45% már nem, és itt én most az elemzői kalapomban vagyok, hogy hívjam fel arra a figyelmet, hogy van az az érvelés, hogy Le Pennek és a Nemzeti Frontnak van egy plafonja. Én még emlékszem 2002-re, amikor Jean-Marie Le Pennek 18% volt a plafonja, és mindenki elmondta, hogy e fölé a Nemzeti Front már soha nem tud menni, és ez a maximum, és ez folyamatosan csúszik felfelé, most már 45%-nál tartunk, úgyhogy azért azt gondolom, hogy itt az elmúlt 20 évben azoknak a franciáknak a száma lecsökkent, akik úgy gondolkodnak, mint te, Péter. Tehát lehet, hogy még fog ő az Elizé palotában lakni. Jó. Én viszont azt szeretném, hogyha bárki is lakjon ott, a kedvenc kávéházaim megmaradnának, és nem vernék szét. Igaz, én nekem Amerikában is vannak, még mindenhol a világon, én egy ilyen patrióta, liberális vagyok, hogy szeretem a világot.
és főleg a kávéházakat, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy ne verjék szét, hanem üljenek be, és érezzék jól magukat ott. Az Amerikai Egyesült Államokban is választások vannak 5 hónap múlva, és annélkül, hogy ezt a németekkel megbeszélte volna az amerikai elnök, csapatai egy részét kivonja és átirányítja, még ezekben a percekben nem világos, hogy Romániába vagy Lengyelországba. Milyen ebből adódik a következő kérdés, hogy akkor milyen lehet, hogyha ilyen Amerika és Németország kapcsolata, akkor mi újság Amerika és Párizs között? Emmanuel Macron úgy hírlik, ez is ilyen folyosói pletyka, azért nem nyilatkozik meg erőteljesebben a George Floyd ügyben, mert nyitva akarja hagyni a kaput Donald Trump felé. Ugye következik a választás, nem tudjuk, hogy ki lesz a következő elnök. Gondolom azért nagy meglepetést senkinek nem okozok, hogyha azt mondom, hogy Macron valószínűleg Joe Bidennel könnyebben tudna tárgyalni, mint Donald Trumppal, de ez valószínűleg minden vezetőre igaz a világban. Én nem vagyok azért meggyőződve, mert például az izraeli vezetőnek, a mostaninak... Erősíti a szabályt, ez igaz. És vannak arab vezetők is, akik inkább Trumpot válasszák, tehát azért próbáljuk meg őszintén lenni. Ez így van, most akkor revideálom magam, Nyugat-Európában. Köszönöm. Ez egész, biztos, hogy így van, talán még Boris Johnson is hezitál, hogy kivel tudna jobban tárgyalni, bár ő szabadkereskedelmi egyezményt szeretne, a Trump politikája pedig azokat nem favorizálja, de igen, tehát hogy vannak ilyen kérdések, de mondjuk Macron, Merkel egészen biztos, hogy vagy akár az Európai Bizottság könnyebben tud nem egy demokratával, nem Trumppal tárgyalni. De azt gondolom, hogy itt a csapatkivonás kérdése, az például a franciáknak nem biztos, hogy rossz. Ugyanis a franciáknak elképesztően erőteljes és nyílt katonai biztonsági ambícióik vannak Európában. Ők pozíciókat akarnak fogni. Tehát konkrétan ők úgy gondolkodnak, hogyha Nagy-Britannia kiment Európából, és Amerika is csökkenti a jelenlétét, ráadásul elvárja, hogy mindenki érje el a 2%-os költést, ami ugye a NATO-ban a standard, akkor ezt játsszuk úgy, hogy az európai hadipar erősödjön tőle, és játsszuk úgy, hogy a francia pozíciók erősödjenek. Emlékeztetnék arra, hogy amikor megújították az Élysée szerződést 2019. januárjában, ugye most már Aacheni szerződés néven ismerjük a német-francia alapszerződést, akkor ott a két ország kimondta, hogy ők automatikusan védik egymást. Ugyanazt a védelmi klauzulát gyakorlatilag átemelték, ami a NATO alapszerződésében ott van. Ez már jelezte, hogy Európa elkezdett abban gondolkodni, hogy adott esetben Amerika nélkül is meg kell védenie magát. Ez viszont nem biztos, hogy Amerikának érdeke. Tehát az amerikai kivonulás és pozíciócsökkentés, ha globálisan nézzük az amerikai érdekeket, akkor természetesen arról szól, hogy ma már nem Európa az amerikai érdekek központja. Tehát akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a francia elnök ugyanúgy, mint az orosz elnök nagyhatalmi törekvései vannak? Hát mondjuk úgy, hogy inkább középhatalmi. Tehát, hogy a franciák pontosan tudják, hogy a globális térben a kínai-amerikai szembenállás a fő kérdés, de ettől függetlenül azt is tudják, hogy Amerikának azért nem érdeke egy egységes és önmagát tökéletesen megvédeni képes Európa, hiszen az egy befolyáscsökkenést jelent Európának. Úgyhogy itt azért egy nagy játék zajlik, és ebben a játékban a franciák elkezdtek lépéseket tenni. Ugye itt volt, sajnos elsikadt a Covid miatt, de mondott Macron egy beszédet a francia katonai iskolában, ahol beszélt a francia nukleáris doktrináról, ahogy ő látja. És mit mondott? Franciaország hajlandó nagyobb felelősséget vállalni, mint nukleáris hatalom Európáért, hajlandó bevonni a szövetségeseket a francia nukleáris doktrina körüli kérdésekbe, nem az operatív kérdésekbe, nyilván arról szó se lehet, de hát ez egy befolyásnövelési üzenet volt, plusz üzenet a keleti tagállamoknak, akik Oroszországtól tartanak, hogy amit Macron mond Oroszországról és Putyinról, hogy tárgyalni kell vele, az nem jelenti azt, hogy őket valamiféle veszély is éri. Eszter, mindig a legidegfeszítőbbnél, a legérdekesebbnél kell abba hagyni, legközelebb itt folytatjuk, és a következő állomásunk az Párizs-Moszkva lesz, hogy jobb képet kapjunk, és utána természetesen Párizs-Kína, és utána, hogy tulajdonképpen mit is szeretne Macron az Európai Unióba elérni, ami a koronavírus idején, minthogy egy kicsit alkotó elemeire hullott volna, talán összekapják magukat, mindahogy mi is,
életünkben először betartjuk a műsoridőt. Köszönjük, hogy velünk voltál, kedves nézőim, az elmúlt bő 15 percben. Petronella volt velünk, mint francia szakértő, Sós Eszter Petronella. Ezt nem kell puskázni, csak lehet, hogy fáradt vagyok, mert azért Eszter nevét tudom. Ilyen a francia politika. Ki lesz a következő vendéged a francia politikában? Tudod már? Szervezés alatt van több műsor, a sorrendet még nem tudom, úgyhogy nem lövöm le a poént. Várom szeretettel a kedves nézőket, és minden kiderül. Így van. Köszönöm, hogy velünk voltál. Előzetesek, és jövünk vissza. Tartsanak velünk.